Ősszel indul a Rejtett Kincsek Down Egyesület újabb érzékenyítő programja, melyhez 200 ezer forintos támogatást kaptak az egyik áruházlánc közösségi kezdeményezése keretében. A cél, hogy elfogadóbbá tegyék a társadalmat. 4 héten keresztül minden alkalommal egy zsetont kaptak a vásárlók. Az áruházlánc Nyíregyházán 3 civil szervezet munkáját segítette, összesen 700 ezer forinttal. De hogy ez az összeg milyen arányban osztott meg végül közöttük, azt a vásárlók szavazatai befolyásolták, akik a kihelyezett urnákba dobhatták be a fizetésnél kapott érméiket. Az Önválaszt mi segítünk című programot a Kereskedelmi Lánc még 2017-ben indította, és azóta 4 országban hirdeti meg évente 2 alkalommal. Tavaly évben indult az, hogy minden résztvevőnek adunk most már pénzjutalmat a szavazások után, hogy jó tékonyságra tudják ezeket fordítani. Az első helyezett 400 ezeret, a második helyezett 200 ezeret, a harmadik helyezett pedig 100 ezer forintot kap, és ezt utónkövetésre megnézik, hogy tényleg jó helyre mentek-e ezek a pénzösszegek. A vásárlók helyi civil szervezetekre szavazhatnak, amelyeket az áruházlánc pályázat útján választ ki. Nyíregyházán ezúttal az Állatbarát Alapítvány, a Mazsola Egyesület az Egészséges Családokért és a Rejtett Kincsek Down Egyesület voltak a szerencsés nyertesek. Utóbbi az EQA négyzeten a Mi Gyermekeink a Jövő Szülői című érzékenyítő programjával pályázott. Ennek elődje a Láss másként és segíts, hogy gyermekeink egy elfogadó világban nőjenek fel. Tavaly volt a győztese a közösségi kezdeményezésnek, és sikeresen futott hónapokon keresztül. Köszöntöm a stúdióban Kisari Károlyt, a Rejtett Kincsek Down Egyesület elnökét. Jó estét kívánok! Jó estét! Minek tudhatjuk azt be, hogy egy ilyen eredményt ért el ez az egyesület? Kemény munkának, vér és verejték, és mindenféle egyéb. Ugye, nem tudom, így a kiírónak is volt valószínűleg valamilyen preferenciája akkor, amikor ezt a pályázatot meghirdette ebbe a régióban is. Úgy látszik, hogy a kiírónak is fontos volt az, hogy az esélyegyenlőség megteremtése, a fogyatékossággal élők integrációja, inkluziója az mondjuk ebben a régióban is egy kicsit helyet kapjon. De ezek szerint a vásárlók is preferálták ezt az egyesületet, hiszen azért másodikként szavaztak rájuk. Azt gondolom, hogy az látszik, hogy ismerik a szervezetet, azt gondolom az eredmények alapján, és azért ugye ez a fogyatékos téma, ez nem annyira népszerű, mint egy állatvédelmi sztori, másabb azonosulni ezzel. Én azt gondolom, hogy azok a tömegek, akik az állatvédelemben vannak benne, egy ilyen akcióval jobban mobilizálhatók, mint mondjuk egy fogyatékos üggyel. Nincs ezzel semmi gond, ez van, mi máshol tudunk eredményesebbek lenni, nem ezen a területen, de ahhoz képest nagyon szoros lett a befutó, úgy tudom, hogy pár száz zsetonnal kaptunk mi kevesebbet, úgyhogy erre ez egy nagyon jó eredmény. Eleve bekerülni abba a háromba, akit kiválaszt ugye ez az áruházlánc, hiszen ott is van egyfajta döntés ebben, úgyhogy már az jó, mert mindenképpen nyertes, aki bekerül az első háromban, mert az első 400, a második 200, a harmadik pedig 100 ezer forintot kap megvalósítani a programját. Van arról információ, hogy mivel nyerték meg az áruházláncnak a vezetőségét? Mi az az előzetes munka, hiszen ez erre hivatkozott, hogy kőkemény munka az, ami ezt megelőzi. Itt a bejátszásban is elhangzott, egyrészt itt már tavaly korábbi években is kapcsolatba kerültük a Tesco-val, egyszer kimondhatjuk, ezt beszéltük meg legalább, de hogy nehéz elhallgatni. És ott korábban is volt együttműködésünk, ott inkább tárgyadomány területén, és nem, akkor még nem ennyire ezek a regionális programok mentek, hanem inkább ilyen országos keresések. Szerintem ott is volt egy előélete ennek. Ugye, és hát tavaly is bekerültünk a háromba, akkor mi kaptuk a legtöbb zsetont a zsetona, nem pénz, hanem a zseton, amit bedobtak, és hát végülis a legtöbb pénzt is, hogyha átfordítjuk. És hát itt volt, önkéntes munkában voltak nálunk az áruház dolgozói, még van egyfajta közös gondolkodás itt a vezetéssel azóta, szóval, hogy ez nem csak ezekből az etapokból áll ez az együttműködés, hanem ez egy folyamat. Mi az, amire fordítják ezt a pénzt? Ugye itt mi a csodavárrakat üzemeltetjük, ez egy korai fejlesztő intézmény, ahol a misszió a fogyatékossággal élők
befogadása már pici korban. Ugye ez az EQ a négyzeten, ez az érzelmi intelligenciának a rövidítése, nem IQ, hanem EQ, mert hogy az érzelmet nézzük, ez emotion, és ugye a négyzeten az pedig, hogy ez egy nagyon hatványozottan foglalkozunk mi ezzel. Ugye itt a cél az az, hogy elhozzuk a gyerekeket az intézményükbe, tipikus fejlődésű gyerekeket iskolákból, óvodákból, és ott a szakemberek olyan programokat szerveznek számukra, ahol egy ilyen nulladik első lépésbe kapnak betekintést azzal, hogy egy fogyatékossággal élő embernek milyen szükségletei, milyen óhajai, vagy hogy egyáltalán hogy kell kommunikálni, vagy ha ő és valamilyen érzékszerve. És hogy milyen képességei vannak egyáltalán. Igen, vagy milyen képességei vannak, jobbak vagy rosszabbak. Szóval próbáljuk mind a kettőt bemutatni. Milyen tapasztalataik vannak eddig ezen a területen, az érzékenyítésben, és itt ugye gyerekeket céloztak meg. A gyerekek abszolút elfogadóak, szóval, hogy itt igazából ez nem meló, nem szórakozás, én azt gondolom, hogy mindenkinek, viszont ugye megvannak azok a pedagógiai eszközök, ahol azokat a nyomokat jobban ott tudjuk hagyni, amelyek azt teszik lehetővé, hogy mondjuk később se felejtsék el ezeket az érzéseket, és talán nyitottabbak legyenek arra, hogy mondjuk az iskolájukban, akár az osztálytársuk is fogyatékossággal él, vagy eltérő fejlődésű gyerek legyen. Hát én azt gondolom, ha már annyit elérünk, hogy az utcán nem fogják megbámulni azokat az gyerekeket, felnőtt embereket, akik mássággal, fogyatékossággal élnek, már az is nagyon nagy eredmény. Hát ugye itt azért az ENSZ egyezmény 2007-től most már 12 éve ratifikálva van Magyarországon, ahol nagyon világos célok vannak, és nagyon felemelő olvasni ezt, ahol valahol a mindennapok részéhez, szóval, hogy ez a tér, ez mindenki, amit mi használunk, ugye azok a lehetőségek, amik lehetőségek, azok mindenkié, és hogy ezt hogy tudjuk eljuttatni mindenkit ehhez, ez egy közös kérdés, én azt gondolom a jövőre tekintettel. Picit beszéljünk számokról, hány gyereket szeretnének megcélozni ezzel a programmal, és milyen formában? Ugye egy 10 óvodai iskolai csoportot hozunk magunkhoz, ez körülbelül azt gondolom, hogy 250-300 gyerek, aki meg fog fordulni ebben, és ugye keresünk mi is, hogy lehet szélesíteni azoknak a körét, akit bevonunk, azért, hogyha már elindulunk ezzel, megpróbálunk további támogatókat bevonni ahhoz, hogy a programot szélesíteni tudjuk, azaz több osztályt is be tudjunk hozni. Meg a másik része az, hogy mi is próbálunk kimenni, szóval ez a másik a programok egy másik eleme, hogy ki is megyünk és jönnek is. Nyitottak erre az oktatási intézmények? Azt gondolom, hogy abszolút, abszolút. Ugye van egy régi együttműködői kör, és hát próbáljuk bővíteni ezt. Az Nyíregyházán ebbe a térben, én azt gondolom, hogy akár a fővároshoz képest, vagy más régiókhoz képest egy erőteljesebb változás alakult ki. Nem akarjuk túlfényezni magunkat, de nagyon sokat tettünk azért, hogy így legyen. Azért itt Budapesten is viszünk intézményt, nagyobb nyitottságot látunk Nyíregyházán, mint a fővárosban ezeknek a programoknak a megvalósítására. Mi ez, amin le tudják majd mérni a munkának az eredményességét? Hát ugye van kvalitatív és kvantitatív, ugye hát a számszerű az lesz, hogy hányan jönnek. Én azt gondolom, ezzel nem lesz gond. A másik részét nehezebb mérni, ugye, hogy milyen hatást érünk el a gyerekeknél. Itt van egy bevált módszer, korábban használtuk, mérhető hatások azért ennyi egy alkalommal nem igazán lesznek, viszont talán egy kettő csinálás ehhez az egészhez mindenképpen jó ez a program. Van arra ötlet, és szerintem van, mert azért ismerem már annyira, hogy biztos, hogy van, hogy ennek hogyan lesz folytatása, vagy mivé tudja ez kifejlődni magát, mert azért bízhatunk abban, hogy talán más, ha nem is áruházláncok, de más nagy cégek is kedvet kapnak ahhoz, hogy ebben így részt vegyenek, vagy részt vállaljanak. Ugye sokkal több iskolai csoport van, mint 10, hiszen ugye egy óvodai csoport, hogyha azt nézzük, ez a program ez ilyen 3-10 éves korú gyerekeknek szól, ugye több ezer gyerek van Nyíregyházán is, akik ebbe a közegbe tartoznak. Ugye ez az egyik cél lehet, hogy ezt a részét erősítsük, de a programnak már egy következő része esetleg, hogyha befogadnak valóban gyereket, mi ott próbálnánk egyfajta utánkövetéssel segíteni a pedagógusoknak, hogy a beilleszkedése az SNI, ez a sajátos nevelésigényű, vagy a fogyatékossággal élő gyerekeknek könnyebb legyen. Ennek a lényege az, hogy egy bandát hoznánk létre, aki ugye együtt bandázik ami mi gyerekünkkel. Kiseri Károly, nagyon jó munkát kívánok. Nagyon szép feladatban. Köszönöm, hogy befáradt hozzánk.